A népesség alakulásában a vállalt gyermekek száma mellett meghatározó az is, hány éves korban hozzák gyermekeiket világra az anyák. A és B populációban is két gyermeket szülnek a nők. A csoportban 30 évesen szülnek, így 30 év múlva 4 lesz az utódok száma. 60 év múlva 8. B csoportban a nők már 20 évesen vállalják az anyaságot, így 20 év múlva 4, 40 év múlva 8, 60 év elteltével már 16 utód lesz. Kétszer annyi, mint az A csoportban. Vegyünk egy életszerűbb példát. C népcsoport lányai, asszonyai 4 gyermeket vállalnak 20 éves korukban. Amíg A populáció 60 év múlva, mint láttuk, 8 utódot produkál, addig a C populáció növekedése a következőképpen alakul. 20 év múlva 16, 40 év elteltével már 64, 60 év múlva pedig már 256 lesz az utódok száma. A jövő A nép számára meglehetősen sötét, ha a születési mutatóin nem tud változtatni, 60 év múlva a C népesség 32-szeres többségben lesz. A C népesség aránya a 8 év alatti korosztályban már jelenleg is több mint 40%.